nagyon szép és fontos hagyományt tudunk továbbvinni itt a kamaraerdei ifjúsági táborban, a gyermekek táboroztatását. Tudjuk, hogy a Covid-járvány mit okozott a világban, és nagyon fontos, hogy azokat a járványügyi szabályokat, amiket a kormány előírt, azokat betartsuk. Itt a táboroztatás nagyon fontos a gyermekek és a szülők számára is, meg a pedagógusok számára is. Egy ilyen tanévet követően különösen ismételten lehetőség van arra, hogy a pedagógusok, kiváló tanáraink, oktatóink találkozhassanak a gyerekekkel, személyes élményekben gazdagodva térhessenek majd vissza az iskolapadokba. Maximálisan betartják a tábor szervezői, a pedagógusok a járványügyi intézkedéseket, a védelmi intézkedéseket, kisebb csoportokban, kisebb turnusokban történnek a gyermekek foglalkozásai is, kulturális rendezvényekre viszik őket a tanáraink, a tanítóink, mint a Nemzeti Múzeum, vagy pedig adott esetben a Budakeszi Vadasparkba, vagy a Nyíki Úszodához, hiszen az úszás oktatás is fontos, hogy tovább menjen. De a legfontosabb a közösség építése, a gyermekeink kulturált körülmények között való táboroztatása, a nyári programok gazdaggá teszik a gyermekeink életét. Láthatják itt mögöttem is, hogy a gyermekek sportolnak, különböző akadályversenyeken vesznek részt, tehát mind sportban, mind kulturális értelemben a nevelés eszközét használják a kiváló újbudai pedagógusok. Közel, illetve több mint 1000 gyermek vesz részt június végétől augusztus 19-ig itt a kamaraerdei ifjúsági táborban, és minden évben eljövök ide a gyermekeket meglátogatni, amik a tanárokkal egyeztetünk, hogy milyen programokkal színesítsük még és gazdagítsuk az ő életüket. Fontos, hogy egy kis aprósággal is kedveskedtünk nekik, hiszen őszi barackot, gyümölcsöket és gyümölcsleveket hoztunk, hogy még kiegészítsük azt a háromszor étkezést, amit egyébként ellát a tábor.